Már néha-néha kikandikálnak anyjuk erszényéből a vörös óriás kenguru bébi nyíregyházi állatparkban. A jelenleg még az anyjuk zsebében élő két, három és fél hónapos kölykökkel együtt már hét tagot számlál az országban csak nyíregyháznál látható kenguru csapat. A parkban három éve jelnek vörös óriás kenguruk. Az eddig egy ivarérett hímet és négy nőstény számláló csapatban ebben az esztendőben két nősténynek is született kölyke. A szerencsésebb vendégek már megpillanthatják az új szaporulatot a park kifutójában. Valamennyi kengurufaj jellemzője, hogy az utód nagyon fejletlenül jön a világra. Az apróság, mikor világra, világra jön, mindösszesen egy grammos. Éppen ezért nem is tudjuk, hogy pontosan mikor jönnek világra, hiszen születés után annyi ereje van a csupasz, vak és szörtelen apróságnak, hogy bemászik az elszénybe, és körülbelül két és fél három hónapig onnan kisebb óig. Mikor olyan három és fél hónapos, akkor ő, kandikál ki először a fejével, és innentől látjuk, hogy hány szaporulat van itt a nyíregyházi állatparban. Jelenleg egyébként egy hímünk van, és két, ő, négy nőstényünk, és kettőnek közülük most már kölyke is van ami hatalmas újdonság, hiszen az országban csak itt látható ez a különleges faj. Ahogy a kölyök növekszik, egyre több időt tölt az erszényen kívül, végül 240 naposan végleg elhagyja azt. Ausztrália ikonikus állata a kontinens belső, vízben szegény területein honos és a világ legnagyobb ma élő erszényes állatának számít. Míg a nőstények körülbelül 40 kg a hímek akár 90 kg testömegűek is lehetnek. Táplálékuk általában fűfélékből áll, de cserjék leveleit egyaránt fogyasztják. Táplálékban gazdag idő időszakokban akár 100 egyedből álló csoportokban is élhet, és akár 50 km per órás sebességgel képes ugrálni.